Navikli ste da u serijalu Biodiverziteti iz naše bašte naše glavne junakinje Agi i Zorica pripremaju uglavnom laganu hranu, koja se jednostavno i relativno brzo priprema, a ipak je bogata ukusima, svežim povrćem i začinima. Ovog puta na meniju će biti nešto sasvim drugačije, a tome se najviše obradovao muški deo ekipe. Ovo će ujedno biti i jelo sa verovatno najviše sastojaka koje smo do sad u ovom serijalu pripremili. Kao u svim prethodnim epizodama, prošetali smo kroz Agin povrtnjak i većinu sastojaka pronašli u lejama, ubrali i oprali. Iz povrtnjaka smo se vratili sa crvenim lukom, paradajzom, patlidžanom, crvenom i žutom paprikom i tikvicom. Pored toga, za današnji specijalitet bit će nam potrebne i pečurke, dimljena slanina, limenka tamnog piva i sušeni začini. Biće ovo jedan obrok bogat raznobojnim povrćem, zdrav, kaloričan i izuzetno ukusan. A ono zbog čega današnje jelo ne nosi epitet lagane hrane jeste svinjska plećka, koja će se peći sa svim namirnicama koje smo nabrojali. A mai napon egy igazán férfias vacsorát fogunk elkészíteni itt a természetben, és amiért sietek vele, hogy elkészítsem, az az, hogy ahol nyers hús van, ott a darazsak is azonnal megjelennek. Úgyhogy ha szeretném én elfogyasztani a húst, és nem ők, akkor meg kell süssük minél előbb. Ezt úgy teszem, hogy először a zsírt a tárcsánkba bele fogom tenni. Nem sajnálom, ez mangalica zsír. És ahogy olvad, körbe kenem vele a tárcsát. Megvárjuk, míg elolvad, addig összeszelem a hagymát. A lila hagymát azt ilyen nagyobb, rusztikus darabokra fogom szelni. És ez igaz lesz az összes zöldségre, amelyet az ételhez hozzá fogok adni. Tehát szép, nagy cikkelyekre nem aprózzuk fel, mert szeretnénk, hogy a hagymának maradjon némi textúrája. Közben figyelem, hogy a zsír elolvadt-e, még nem, úgyhogy még várunk egy kicsit a hússal. A lényeg az lesz, hogy a húsra kérget süssünk, tehát amikor a forró zsírba beletesszük, annak igazán forrónak kell lennie. Másik előnye természetben főzésnek az, hogy nem kell összeszedni a hagymának a héját. Mehet szépen az asztal mellé a fűbe, el fog komposztálódni. Agi je meso svinjske plećke unapred isekla na komade i začinila mešavinom začina koja se sastoji od soli, bibera, majorana, dimljene crvene paprike i belog i crnog luka u prahu. Ostavila je da odstoji tako začinjeno u poklopljenoj činiji sat vremena kako bi meso pokupilo arome začina pre nego što počnemo da ga pečemo. A današnji obrok spremaće se na tanjirači i to po receptu Aginog supruga. Hogy ellenőrizzem a zsírnek a melegségét, hogy mennyire forró, egy darab húst beledobok. Még nem serceg, Szuki, nem szabad. Nem serceg, úgyhogy még nem elég meleg. Várnunk kell egy kicsit. Nem a tiéd. A következő dolog, amíg várunk arra, hogy a zsírunk kellően meleg legyen, az a szalonnának a felvágása. Ehhez az ételhez, mint mondtam, kemény lesz, úgyhogy egy kis füstölt szalonnát is szelünk össze. És ezt majd a hagymával együtt fogjuk megpirítani. Én a bőrét nem teszem bele. Csak megnehezíteni az ételfogyasztását.
úgyhogy ezt levágom, félreteszem, meg lehet őrizni, babot lehet főzni, lencsét lehet főzni belőle. A szalonnát is ilyen szép, nagy, rusztikus darabokra szelem föl. Igazából az ízére lesz szükségünk. És a páromnak sikerült a hentesnél egy nagyon szép darabot szereznie. Ezután is, ezúton is örök hálánk neki. A hús elkezdett sercegni, úgyhogy akkor jöhet a kéregsütés. Közben a darazsat kiköltöztetjük. Oké. Az a lényeg, hogy a húsra kérget süssünk. A húst, azt nagyon egyszerű fűszerekkel fűszereztem be. Az az igazság, hogy nem most csináltam, hanem már egy órával ezelőtt megtettem, hogy azért átjárja az íz magát a húst is. Sót használtam, borsot használtam, majorannát használtam, és egy kis füstölt paprikát. Illetve, bocsánat, kihagytam a fokhagymaport, és a vörös hagymaport. Tehát ezzel szórtam be, kentem át a húst, szépen kevertem össze, majd az edényben betettem a hűtőbe, és hagytam egy órát állni. Kako smo već rekli, današnje jelo neće biti lagano, a možemo da potvrdimo da se i ne sprema baš toliko brzo koliko smo navikli u dosadašnjim epizodama. Pa tako, dok nam se jelo krčka i dok ga konstantno mešamo, možemo da kažemo nekoliko reči o tanjirači. Ne zna se da li je nekada neki poljoprivrednik nakon napornog rada u polju odlučio da na deo svoje priključne mašine, poznatiju kao tanjirača, jer oblikom podsjeća na tanjir, baci koji komad mesa, pa shvatio koliko je sočno meso pripremljeno na taj način. Ali znamo da se danas posuda koja oblikom podsjeća na tu poljoprivrednu tanjiraču vrlo rado koristi za pripremu raznih jela. Ima udubljenje na sredini u koje se sliva mast i to je ujedno i najtoplija površina jer se vatra postavlja tačno ispod njega. Tanjirača je vrlo zgodna za pripremu najrazličitije vrste hrane, od pilećih bataka, krilaca i belog mesa, svinjskih ili junećih krmenadli, krompira, ribe ili lignji, pa do prženih jaja. A húsunk kérget kapott, úgyhogy most kiszedem egy tálba, és ezután beleteszem a lilahagymát és a szalonnát egy kicsit sülni, párolódni. Thank you.
Itt vártam már, de nem mogod így tudni. Prednost pripremanja hrane na tanjirači je što je vrlo praktično za kuvanje na otvorenom i može da se pripremi baš velika količina hrane. A u tome je i čar pripremanja hrane u tanjirači. Okupite društvo i porodicu u dvorištu, na vikendici ili na izletu, spakujete dovoljnu količinu hrane, tanjiraču i gorionik i imate celodnevnu zabavu. Potrebno je samo strpljenje, ali i to je uvek lakše uz dobro društvo i neki osvežavajući napitak. A ukus jela pripremljenog na tanjirači vredno je čekanja. Amikor a szalonna elkezd egy kicsit áttetsző lenni, tehát már látjuk, hogy sül, kiengedte a zsírját, visszamehet hozzá a hús. És lecsendesítjük egy kicsit a tüzet, majd hagyjuk, hogy süljön. A húsunk nagyon szépen megpuhult, megsült, úgyhogy jöhetnek hozzá a zöldségek. Amit én először már itt előkészítettem, az a paprika volt, azért megmutatom, hogy hogyan szelem össze. Tehát rusztikus, nagyobb darabokra, hogy ne essen szét, ne hulljon szét. Tehát szépen nagy szeletkékre összeszedjük. Nincsen szabály, nem kell szabályosnak lennie. Olyan, amire elkészítjük. Tehát körülbelül ilyesmi. Kétféle paprikát használtam, a sütnivaló húsosabbat és a sima töltenivaló paprikát. Ezt most ráteszem a húsra. És beleforgatom. Emellé nagyobb szeletekre, tehát megmutatom, hogy körülbelül ekkora szeletekre összeszeltem a gombát is, úgyhogy mehet bele a gomba is. A gomba engedni fog egy kis levet, ezen ne lepődjünk meg. De hogy ne égjen le, öntünk rá egy kis sört. Ezután előkészítem a padlizsánt, úgy, ahogy eddig is, szép, nagy kockákra.
Van ez a kínai padlizsánom is, nagyon érdekes, ezt karikákra fogom szelni. Csak a színe miatt és az érdekessége miatt kerüljön bele ebből is. Majd jönnek a paradicsomok. Paradicsomokat negyedelem. Közben nem szabad elfelejteni megkavarni sem az ételt. Teszek egy pár sárga koktélparadicsomot is bele. Ezeket csak így kettőbe vágom, hogy ne robbanjanak szét a sülés közben. Szóval a cukkinit, hogyha idősebb, akkor ki kellene magozni. Ezt nem szereti senki sem, hogyha tök magok vannak a szájában. Úgyhogy én most megnézem, hogy itt szükség van-e ilyesmire. De nem. Nincs rá szükség. Mehet ez így bele, ahogy van. És a cukkini az utolsó zöldségünk, amit beleteszünk. Olyan kár, hogy az illatok nem mennek át a felvételen. Hát nekem itt csorog már a nyálam. Ez a szalonnás tarja a sok-sok finom zöldséggel. Egyszerűen Isten illata. És akkor megy rá a cukkini, még utófűszerezzük, és kész is van. Kako odmiče vreme, u tanjiraču se dodaju novi sastojci. Otpuštaju se nove arome, pa se tako i vazduh ispunjava sve primamljivim mirisima.
i svi u blizini postajemo sve gladniji. I posle mnogo mešanja, naše jelo konačno može da se servira. Uz ovo jelo koje je bogato dominantnim aromama, ali i kalorijama, kao prilog trebalo bi poslužiti nešto neutralnog ukusa, kao što je krompir ili pirinač. Agi nam je ovog puta poslužila palentu, koju smo prelili ovim slasnim jelom iz tanjirače.